Még fél év sem telt el, és a kalocsai brazil dzsicusok újra megmérettették magukat a 2018-as évben, immár harmadszor, ezúttal november 17-én a 14. brazil jiu-jitsu Hungarian open -en. Az esemény a kontinens ezen részének meghatározó versenyévé vált az utóbbi másfél évtizedben. Az 500 leadott nevezés Európa és Ázsia országaiból is félmjezik a versenynívóját. Kalocsa városát öt versenyző képviselte a nemzetközi mezőnyben, Énisz Máté, Nagy Szabina, Hírman Csaba, Hírman Gergő és Kerpács Rezső. A dzsicusok közül Szabina és Csaba bronzéremelt térhetett haza, míg Gergő, Ezüstel és Rezső a legfényesebb aranyjal. Szintén szombaton került megrendezésre a Terror Elhárítási Központ szervezésében a 2018 évi Budó és Küzdősport gálája, mintegy hat küzdőstílus 400 versenyzőjének részvételével. Az egésznapos eseményen a rendvédelmi szervek dolgozói, valamint mentősök, katonák, tűzoltók és navosok küzdöttek egymással. A program délelőtt a selejtezőkkel indult, majd a délutáni döntőkre a nézők létszáma már megközelítette a 2000 -et. A finálék között látványos harcművészeti bemutatók szórakoztatták a közönséget. Az idei gálának több díszvendége is volt, köztük Furkó Kálmán, nyolcdanos kiokosin karatemester és nyugalmazott honvédezredes, akinek az életéről, pályájáról szóló, újonnan megjelenő könyvét is bemutatták. Szentszei Varga Robert rendőr őrnagy a KSZ Ciglédi úti karatékája évről évre bizonyítja, hogy a kiokosin karatek küzdelmekben és a katában, azaz a formagyakorlatok bemutatásában is eredményes, és az idei évben kétszer is dobogóra állhatott a gálán. Kiokosin karatek küzdelmeiben a dobogó legfelső fokára, míg a formagyakorlatokban harmadik helyezést ért el.